meg, de épp hogy. Európa legöregebb járműparkjának karbantartása már-már meghaladja a BKV erejét. Buherált alkatrészek, sötétben dolgozó szerelők, üres anyagraktárak, mindeközben milliók tanácsadásra, meg pénzhián kihasználatlanul maradó csúcs technológiára. Beköltöztünk. Először olyanhoz, akinek lakása sincs. Legalábbis saját. A pinnyei fodrászlány és barátja a két szülői ház közt ingázik és saját lakásra gyűjt. És kiderül, mennyit lehet keresni nyugaton. Az osztrák határ innenső és túlsó oldalán. Van, de még sincs. Nincs pénze működtetni a legmodernebb rákdiagnosztikai berendezést a Sote klinikájának. Bécsben napi 24 órát használják ugyanezt a gépet, mondván így térül meg hamar az ára. Nálunk napi 2 órára futja, és fél évet állnak sorba a betegek. Kinek jó ez így? Na lássuk! A budapesti közlekedési vállalat egy új arcát mutatjuk most meg, azt, amelyet az utasok nem, csak a cég dolgozói látnak. Mi utasok csak érezzük, hogy valami baj van, ők viszont tudják is, mi az. Új Ikarus buszokat mutatnak be az egyik BKV garázsban 1985 tavaszán. A jármű olyan újításokkal kényezteti a pesti polgárt, mint nagyméretű ajtó, motoros szellőzőrendszer. Ilyen buszok azóta is járják a várost. Akik ki akarják próbálni, péntektől a 30-as vonalán megtehetik. Ez a BKV cinkotai buszgarázsa napjainkban. Csúcsforgalom idején vagyunk, úgyhogy alig néhány busz élvezi csendes pihenővel a tavaszi napsütést. A szerelőcsarnokban már jóval kevesebb a napfény, sőt, a fény egyáltalán. Azt állapították meg, hogy a csarnoknak a fényviszonyai a munkavégzéshez előírt luxértéket nem tudják. A saját méréseik alapján 8-tól 50 luxig mértek, ez átlagban 30-35 luxnak felel meg, és az előírt fényerőértéke durva munkavégzéshez 200 lux. A durva munkavégzés, ez sima gumicserét jelenti, amikor autószerelő, vagy villany, vagy villanyszerelő, vagy lakatos dolgozik, akkor minimum 300 luxnak lenni kell. Vagyis a legkevésbé fényigényes munkafázisban is hetede fénynél dolgoznak a szerelők. Látják, az egyik szerelő, ahelyett, hogy szerelne, egy lámpát tart, hogy legalább a társa szerelhessen. A BKV-tól megkérdeztük, hogy jól van-e ez így, de a cég nem válaszolt, így elmentünk a tulajdonosi jogokat gyakorló fővárosi önkormányzathoz. A főpolgármester helyettes azt mondta, hogy ő nem tud az ilyen konkrét szakmai kérdésekre választ adni, de maga is kíváncsi a válaszokra. Ezért utasította a BKV vezérigazgató helyettesét, hogy válaszoljon a szempontnak. Bátran mondom, hogy utasítani fogom a céget, hogy az önök által föltett kérdésekre adják meg a választ. Az interjú helyett azonban utasítás ide vagy oda, csak írásos választ kaptunk a cégtől. Íme. A BKV vezetése tud a problémáról, de mint írják, eleve eltájolt épületről van szó, ahol a lámpák nem elegendőek. Ez már 33 éve így van, a BKV 6 éve tervezi átépíteni, de nincs rá pénz. Nagyon sok embernek elromlott már a szeme emiatt, de ezt nem tudjuk bebizonyítani. Csak azt tudjuk, hogy mindenki panaszkodik, amikor megy haza, teljesen mindegy, milyen műszakba megy haza, kilép a csarnokból, akkor csukott szemmel megy a portáig, mert nem bírják a kinti fényviszonyokat az emberek szemei. Amint, hogyha bányából jönnénk fel. Lehet látni, hogy ilyen állapotú csarnokokra előbb-utóbb költeni kellene, mert egyre olyan pusztultabb állapotba kerül, hogy a végén már tényleg alkalmatlan lesz arra, hogy ezeket a javításokat elvégezzék. Elektromos gépek vannak, folyik rá a víz, vagy nincs megfelelő világítás, akkor egyszerűen nem is lehet látni az itt dolgozóknak rendesen azt a munkát, amit végeznek. Az úr nem ugyanarról a csarnokról beszél, hanem már a 2-es metró javító műhelyéről. De van itt más is, ami lepusztult. Hát látszik, hogy beindul azért alatta is a roldás, mondjuk elég vastag anyagról van szó, de természetesen, hogyha ez nincsen rendszeresen lefestve, akkor ugyanúgy, mint egy személyautónál beindul mélyebb rétegekbe is a rohadás. Vagy például újabb problémák most már, amik jelentkeznek, hogy ezek a forgóvázak, ami a tengelyeket tartja meg a motorokat, ezek elkezdenek törni, repedezni, és ezeket is már hegeszteni kell, majd tudok is ilyet mutatni. Ezen a részen, hogy kezdett el szétrepedni, ez most már itt meg van hegesztve.
És ez tartós, ez elhegesztés? Ideig, óráig, persze erősen meghegesztik, de ez olyan, hogy elkezd repedni majd más munkára. Ezek is hát nagyon öregek, már több millió kilométert futottak, tehát itt azért sehol a világon nem futnak ezek a szerelvények ennyit, mint itt. Mint ahogy az Unió legöregebb buszparkjával is világvárosunk büszkélkedhet. Prágában 5 év a buszok átlag életkora, nálunk 15 és 22-23 éves buszok is szállítanak utasokat. Vitézi Dávid a BKV felügyelőbizottságának tagja szerint ez a kisebbik baj. Ugyanilyen korú járműveket vidéki városokban, vagy más országokban probléma nélkül, napi vonali, utcai meghívásodás nélkül tudnak üzemeltetni. Ez azt jelenti, hogy a BKV-nál nem csak a járműpark átlag életkora rossz, hanem a karbantartás színvonala is rossz. És ez nem az egyes szerelőknek a hibája, nyilván van, aki ott sem végzi a megfelelő munkáját, de alapvetően nem a szerelőknek a hibája, hanem annak a hibája, hogy rengeteg pénzt kivontak ebből a rendszerből. Cinkotán Gyuri azt mondja, kollégái nagy része lojalitásból, egy része pedig félelemből a feltételeket meghaladó lelkesedéssel végzi a munkáját, vagyis úgy pótolják a hiányosságokat, ahogy tudják. Például készítenek egy szerszámot, ha meg akarják húzni a keréken a csavarokat. A nyomaték kulcs a kerék utánhúzáshoz, mert nyomatékot kéne meghúzni a kereket, az is el van küldve már 1-2 hónapra javításra, mert nincs más lehetőségünk. Fogunk egy ilyen hadszöganyagot, belehegeztünk egy csőbe, ráhegeztünk egy krómát, és ezzel húzzuk a kereket. Ezt hívják buherának? Mondhatjuk úgy is. De itt már látszik a hiánygazdálkodás. Tehát ezekből az alkatrészekből bármikor szükség lehet egy szerelvénybe bármelyikre, és hogyha éppen előáll az a helyzet, hogy pont abból nincs raktáron, akkor az akár azt is előidézheti, hogy a szerelvény nem tud elindulni. Itt ilyen sűrűn fordul elő? Hát egyre nehezebb. Itt is a alkatrészek pótlása, ugye a busznál szó volt erről a donorbuszról, hát a metrónál is előfordult már olyan, hogy egyik szerelvényről rakták át az alkatrészt a másik szerelvényre. A BKV közlése szerint ezek a kocsik 3 millió kilométerre vannak kalibrálva, és egy részük már több százezerrel túlfutotta ezt, de van, amelyiket felújították, így 4 millió 800 ezer kilométerre bővítették az élettartamát. De hogy melyikből mennyi van, azt nem tudtuk meg. A több évtizedes kocsikon egyre több a javítanivaló. A BKV viszont leépítette a szerelők létszámát. 15%-kal csökkent a tavalyi évben a létszám, és lehet látni, hogy a szerelvények egyre öregebbek, egyre több velük a munka. Szerintem ebbe is már azon a határon vagyunk, hogy egyáltalán normálisan el lehessen végezni a szerelvényeknek a karbantartását, átvizsgálását, javítását. A BKV szerint azonban a szerelők jelenlegi létszáma és összetétele a járművek biztonságos üzemeltetéséhez elegendő. Pénz és szakember hiányában Cinkotán sem makulátlan műszaki állapotban állnak forgalomba egyes buszok, a szakszervezeti vezető szerint. Nemes Gábor azt mondja, itt egy éjszakai műszak alatt 23 ember vizsgál át, és ha kell, javít meg 300 buszt. Vagyis átlagosan valamivel több mint fél óra jut egy-egy buszra. Azt gondolom, hogy előfordulhat olyan eset is, amikor nem tudják megfelelően megjavítani ezeket az autóbuszokat. Gyuri egy kényszerből kollégái által készített fémalkatrészt mutat, amely néhány óra alatt tönkrement. Két különböző típusú fékbuszból próbáltak egyet csinálni abba a garázsba, hogy azt a gépjárművet ki tudják adni forgalomba. Ez sikerült, de a hegesztés nem bírta. És akkor ez, hogyha hiába forog, hogy fékezzen... Nem fékez a kocsi. Nem fékez a kocsi. És ez így közlekedett innen a városban? Egy napig igen, amíg a járművezetőben nem hozta. A BKV szerint a járművek alkatrész ellátása folyamatos, azonban sajnos, mint mindenhol, előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor alkatrész hiány nehezíti a munkát, amelyek felszámolásán természetesen folyamatosan dolgoznak. 15-20 éve a járművek nem voltak összekarcolva, sem összefirkálva. Persze 15-20 évvel ezelőtt még rászóltak a vandálokra és rendőrt hívtak. Ma viszont még maga a BKV is tehetetlen, például a még ki sem fizetett Volvo buszok rongálói ellen. Szóval itt az történt a kollégák szerint, hogy ezt itt berúgták ezt a oldalát a busznak. Azért kellett kicserélni, az előbb elmondták. És ott van egy kamera, és ugye nincs meg a tettes. Az lenne a kérdés, hogy miért van ott az a kamera? Azon túl, hogy a biztonságra törekednek, hogy a sofőr munkáját úgymond segítsék, igen, ez kérdésként merül föl, hogyha valóban egy szándékos eset folytán ezt berúgták, akkor miért nem ellenőrizte, vagy játszotta vissza ezt valaki, és adott esetben egy felelősségre vonás mellett, tehát a keletkezett kárt meg kellett volna téríteni a BKV számára. A rögzítésnek viszont adatvédelmi akadályai vannak, így a tegelők is kamerák keresztüzében firkálhatják össze az üléseket, következmények nélkül.
A tömegközlekedését felelős főpolgármester helyettes szerint azért van, amiben még mindig Európa élvonalába tartozik a BKV. Nehézségeink vannak, teendőink vannak. Léptünk az elmúlt másfél évben, és a következő években is fogunk. A fővárosban az ellátás színvonala, a hálózat kiterjedtsége, járatsűrűségek talán azt mondhatom, hogy világszínvonalú. Nagyon sok ország irigyli fővárostól ezt a közlekedési hálózatot. Az irigyelt főváros egy fillérrel nem támogatja a BKV működését, viszont fejlesztési támogatásként 2003 óta 159 milliárd forintot tett a vállalatba. Ebből az összegből vett egyebek közt új buszokat, villamosokat a BKV, ez a fejlesztés. Ezek működtetésére viszont nem ad pénzt Budapest. A Volvo buszokban vagy a kombinó villamosokban van olyan jármű diagnosztikai rendszer, amely bármelyik pillanatban meg tudja mondani, hogy a buszon éppen hány fokos a hűtővíz, vagy melyik ajtó éppen mikor is hogyan volt nyitva. Ebben egy hatalmas adatbázis keletkezik minden egyes napon, minden egyes percben. Ezt a BKV nem használja, mert nincs olyan számítógépes rendszer, ami ezeket az adatokat fogadná. Kihasználatlan extra. Nem luxus, viszont egyes buszok fényezése. Ezeken a helyeken hiányzik a festék a néhány éves járgányokról. Azért, mert a BKV alvállalkozója olyan ragasztót használ a hirdetések felhelyezésére a Volvókon is, ami eltávolításkor hozza magával a klazmot. Árulni fogják a járművek oldalát. Hát igen, és ezt a bevételt, ami esetleg ebből származna, az utazóközönségre szeretnénk fordítani. 1988-ban, amikor itthon újra feltalálták a jármű reklámot, még arról ábrándoztak, hogy a bevételből vesznek majd új buszt, meg új villamost, és abból újítják fel a régi járműveket is. Én azt szeretném, hogyha kevésbé füstölnének a buszok, akár ibuscsíkkal az oldalukon. Hát lehet, hogy még erre is felhasználhatók ezek az összegek. 20 évvel később a jármű reklám ehhez képest a Volvo buszokat rongálja. A BKV vezetése tud a reklámok okozta festékleválásról, próbálkoztak már védőlakkal is, de nem vált be, így nem tudják tartósan orvosolni a problémát. Az, hogy kifizeti ki majd a buszok újrafényezését, azon múlik, hogy mi volt a rossz. Ha a lak, akkor a BKV fizet, ha a reklámfólia ragasztó vállalkozó munkája, akkor meg ő, vagy az alvállalkozója. Itt tart most a jármű reklám biznisz. Azt nem tudtuk meg, mit szándékozik tenni a BKV jelenlegi vezetése, hogy egy-egy hirdetés leszedésekor ne kelljen újra fényezni a 60 milliós buszokat. Az is csak még egy dolog, hogy letépkedik a reklámot, és úgy néz ki, ahogy. De a Volvo flottával is a BKV egyszer nem tudta megoldani azt, hogy a Volvónak a karbantartását a garanciális idő után átvegye és működtesse, és ezért nagyon-nagyon sok a meghibásodás ott is, és nagyon alacsony a kiadási százalék. És nem csak a Volvo pihennek többet az indokoltnál. A cinkotai garázs statisztikája szerint egy év alatt átlagosan duplájára emelkedett a műszaki hiba miatt garázsban maradt buszok aránya. Tanulmányokra és tanácsadásra az elmúlt években több milliárd forintot költött el a BKV. Vitézi Dávid azt mondja, a 4-es metró építése kapcsán három cég ad projektvezetési tanácsokat a projektvezetőinek. Az egyik 2,8 milliárd forintért. Ennél olcsóbb egyben cifrát tétel is akar. 25 millió forintot kaptak kábeltelevíziós piac felmérésért, és teljesen ilyen üzleti döntéshozók média analízisét készítették el a BKV-nek. Nem sem tudom mi az, de nem tudták elmagyarázni sem, amikor kérdeztem. A Szempont sem tudhatta meg, mert a felügyelőbizottság testületileg nem járult hozzá nyilvánosságra hozatalhoz. Amikor az egyes tagoktól szerettük volna megtudni, mi a titkolózás oka, az egyikük elutasító válasza mellett azt üzente az egyik főpolgármester helyettesnek, hogy a saját hímtagját használja szórakozásra. Kíváncsiak vagyunk, hogy értette ezt pontosan a politikus, de eddig nem árulta el. Érdeklődnék az előbbi kijelentését, azt hova tegyem? Mit csináljak vele? Amit kértem, adj át a üzenetet. Egyébként a tanulmányok listája és témája szigorú üzleti titok. Még a tanulmányoknál is jobban érdekelt volna minket, hogy az elmúlt 18 évben mi hiányzott ahhoz, hogy a főváros tömegközlekedését rendbe rakják. A BKV a fővárosra, a főváros a kormányra, a kormány meg a BKV-ra és a fővárosra mutogat. És az utóbbi hetekben szinte kizárólag botránnyal vagy sztrájkkal került a hírekbe a társaság. De az adófizetők és a fizetőutasok ennél kicsit többet várnak egy európai közszolgáltatótól, például biztonságos és tiszta járműveket segítőkész és udvarias személyzettel. Önök a Szempontban Fekete Norbert riportját látták.